Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mi az ő terve. És a választ megadja itt ez a kártya, jelenti az egész világot. Ez lehet külföldi kapcsolat, esetleg internet kapcsolat is. Amit ez a kártya még jelent, utazások. Lehet, hogy tervez veled egy utazást. A kép szimbolizálja a négy évszakot is. A tavaszt, a nyarat, az őszt és a telet, és az pontosan egy év. Tehát vannak tervei, amit ő egy éven belül meg akar valósítani. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. Itt a hatos szám utal a múltra. Ez a romantikus. A gyermek szimbolizálja a gyermekkori emlékeket is. Amit a kép még jelent, hogy itt vannak emlékek, valami olyan romantikus, jelenti az ártatlanságot is, és szimbolizál egy új kezdetet. Ő tervez veled egy új kezdetet. De mivel itt érzelmekről van szó, itt megvan a kapcsolat a gyermekekkel, vagy megvan nála ez a fiatal kisugárzás. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy milyen lépéseket tesz irányodva. Az itt látható ezen a képen a négyes szám jelenti azt, hogy mi fontos számára, és utal a biztonság érzetére, az alapokra. Ő veled együtt meg akar alapozni valamit. Itt a papagáj jelenti a beszélgetést, tehát ő közölni akar veled valamit. Itt a kelyhekről is szó van, és a kelyhek szimbolizálják az érzelmeket. Ő szeretne érzelmekkel közeledni hozzád, beszélni akar veled. Közli azt, hogy mennyire fontos számára a biztonság érzete. A kártya középen jelenti azt, hogy mi köt össze benneteket, és itt látható ennél a növénynél az erő, te adsz erőt számára, vagy fordítva, ő ad erőt számodra. Tehát ez a párkapcsolat számára és számodra is nagyon fontos. De mivel itt megjelenik a kártyán egy év, az lehet, hogy még idő kérdése, amíg tényleg itt egy új kezdet lesz, és kialakul egy tartós párkapcsolat, de ő jelenleg már tervezi ezt. Itt lesz egy utazás, ez lehet egy közös életút is. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!